jó estét és nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok, kedves nézők, az Albert Flórián stadionból. Úgy alakultak eddig az eredmények a 12. fordulóból, hogy amennyiben az Eto győz, akkor leszakíthatja üldözőit valamelyest, tehát megléphet a Debrecen előtt 4 ponttal. Viszont egy ferencvárosi siker azt eredményezhetné, hogy egyrészt összetömörül az élmezőny, ahogy Andris is említette, másrészt a Ferencváros a 4. helyre léphetne előre. Az Eto kezdőcsapata Sasa Stevanovic véd, ezúttal is Takács Ákos, egy ferencvárosi nevelésű játékos, aztán Dinyár, Varga Roland, Trajkovic, Pátka is, Trestik, Svec, Kamber, Gyorgyevics és Koltai a kezdőcsapatban. Lipták eltiltás miatt hiányzik, az Újpesten kiállították, egy meccses eltiltást kapott Stanisic és Kronaveter sérült, de vannak visszatérők, róluk majd később. A Ferencváros összeállításában számos érdekesség. Jóval Evente véd, ez nem meglepő, viszont bekerült a kezdőcsapatba Otten és Jovanovic, Józsi, Peric, Ionescu, Gyömbér, Besics, Jenner, Alempievics és Szomália a kezdőcsapat további tagjai. Ez pedig azt jelenti, hogy kimaradt Schwab, aki eddig valamennyi bajnokin a kezdőcsapat tagja volt, és nem tagja a kezdő 11-nek sem Böde, sem pedig Klein. Jenner mellett csúsztatják el a labdát. Az veszélyes, óriási helyzet Varga előtt, és vezet az Eto, egy hatalmas védelmi hiba. Varga góljával a 7. percben 0-1. Egy elképesztően hátrapasszolt labda, amelyből tulajdonképpen gólpassz lett. Itt láthatjuk, hogy Jovanovic hátrafut, aztán rálövi Besicsre a labdát, aki inkább hagyja, hogy ne pattanjon róla rossz helyre, de annyira rossz helyre nem tudott volna pattani érzésem szerint ez a labda, mint ahova így került. Varga Roland szemfüles, és őszintén szólva Alempievics erre nem nagyon számíthatott, hogy oda jön a labda, és hogy így jön oda. Kétségkívül képes volt gólokat kapni a Ferencváros, ez bebizonyosodott most is, hiszen erre utalt Moniz is a mérkőzés előtt adott nyilatkozatában. Ionescu mosolyog Bognár Tamásra. Takáccsal találkozott. 10. perc, ez magas. Stevanovic annyira magas volt, hogy nem ismerte fogni a visszalépő Stevanovic, behullott volna a léc alá a labda. A hátrafelé mozgásból kockázatosnak ítélte meg Stevanovic, hogy fogja ezt a Jenner ívelést. A második hazai szöglet. Otten! Stevanovic vetődik ki, és eltakarítják onnan a vendégek. Jovanovicig, bár Jovanovic. Nem rossz. Peric fejel mellé. Eseménydúsan kezdődött a mérkőzés. Győri gól óta egyre másra próbálkozik a Ferencváros. Otten. Ionescu 16-oson kívülről lő gólt a múlt héten, és majdnem összejön neki megint. Nem sokkal megy mellé. Hangulat, futball jelenetek, jó ezt látni és jó érezni. Takács Ákos is megszólalt egyébként. Azt mondja, hogy a legjobb barátja a hatalmas Ferencváros szurkoló, és akkor ismerte meg őt, amikor ő a csapat tagja volt. A barátja pedig a szurkoló táboré. Több ismerőse is, Fradi Drucker. Besics hibája közben, Trajkovic a labdával, Varga tisztán a bal oldalon, kissé kisodródva ugyan. Varga, Otten mellett, Jova. Azért az ehhez hasonló hibák nem férnek bele egy ilyen rangadón. Az elsőből gólt kapott a Ferencváros, ebből most nem sikerült még korrigálni. Jovanovic. Út a becsúszó emberen. Ionescu. Jenner. Peric. Gyönyörű labdalevétel. Ionescu nem volt az igazi a lekészítés. Ionescu lövi el. Takás lábán perdül fel a labda. Stevanovic végül.
Ezek sem voltak izgalommentes másodpercek. Ez remek volt, viszont ahogy visszatette lövésre Perić, az nem volt az igazi, nem tudta egyből ellőni Ionescu a labdát. Pátkai. Alempievics fejjel. És aztán nagyon harcos Alempievics, kibrusztolja a labdát Szomáliának. Szomália, már ketten vannak rajta. Alempievics a veszélyzónában. Alempievics lő! Perić lemarad róla. Érzésem szerint kapura szánta ezt Alempievics, de Pericsnek majdnem gólpaszt adott vele. Ez pazar csel. Egy picit határozottabb a támadó társ középen, akkor gól is lehetett volna belőle. Elkapkodta, de nincs kint a labda. Gyömbér társat keres és talál. Jovanovics. Ez tiszta lövő helyzet. Ionescu visszateszi a bal lábára, aztán a lövés. Tapsot kap érte, nem volt rossz valóban, csak ő nem talált kaput. A 25. perc, sőt most már a 26. Győri vezetés, de ferencvárosi rohamok. Ionescu kap nagyon jó labdát, Gyömbér is jön, Ionescu, Perić! Egy erőtlen gurítása vége, egyébként egy remek támadás végének. Ez egy pompás, mélységi passz, egyébként Ionescu rendre megjátszható, és ez egy jó meglátás, a legtöbben a győriek közül Gyömbér megjátszására számítottak, egyébként az sem lett volna rossz ötlet érzésem szerint, ez sem volt az. Jovanovics csínybe kapja, volt, ha itt még átfűzte, de jön Svec. Ez könnyelmű volt most, Ionescu. Gyömbér. Jenner, ő ellövi, de a kaput ő sem találja el. Vesics. Pajkovics azzal, hogy elé lépett, meg is zavarta, és aztán Vesics vitatkozik Józsival, hogy ki helyezkedett, vagy passzolt éppenséggel rosszul. Ionescu. Kellemetlen lövés volt, legalábbis annyiban, hogy megpattant, megcsúszott egy picit Stevanovics előtt. Éppen oda ment a labda, ahol a kapus állt. ...166 élvonalbeli meccset játszott a Fradiban 1984 és 91 között Pintér Attila. Közben 1990-ben játszott Belgiumban egy rövid ideig. Volt egyébként az Eto'o játékosa is pályafutása végén a 93-94-es szezonban. Jovanovics. Nagyon becsapta most Koltait. Jovanovics. El is juttatta középre a labdát, de kivarad ez a helyzet is. Perić. Jovanovics mindent megtett azért, hogy jóvá tegye a bekapott gól előtti bakiát. Nagyon szépen ment el. Még Ionescu is hozzáért a labdához, aztán vágta azt kapu fölé Perić. Alempievics. Szomália egyből kapásról lesorog, Ionescu. A szép! És kifelé csorog a labda, hihetetlen! Óriási pekje volt most Pericsnek. Mert így megrúgni egy labdát, hát felettébb nehéz. Ha innen látjuk igazán jól, mögé jön és nagyon jól rúgja el, a kapufáról visszapattanó viszont nem csorog be Stevanovicsról. Persze, ha ez megtörténik, akkor az a győriek pekje lehetett volna. Józsi. Takács bólintja ki. Alempievics. Elmegy Trajkovics mellett. Alempievics. Okos. Józsi. Egyel tovább. Ionescu átengedi a bal lábára. Most a lövés. Stresci. Ionescu. Jovanovics kapta Józsitól. És a fejes sem volt rossz a beadás után. Otten. Ez még egyszer Perić.
lövése. Szentiken múlott csupán. Kapufánál is, annál is, amikor Sztevánovicsról visszacsorgott a kapuja irányába a labda. És nem hosszabbít Bognár Tamás. Varga Roland 7. percben szerzett góljával vezette át az Eto. Egy óriási hiba előzte meg ezt a gólt. Jovanovics átrapasszolta a labdát, és tulajdonképpen kiugratta Vargát, aki szemfüles volt, és pontos volt a befejezésnél. Aztán jöttek a ferencvárosi rohamok, nyilván volt abban tudatosság is, hogy az Eto visszaállt, és egyszer-egyszer a szerencse is kellett ahhoz, hogy ne kapjon gólt a vendégcsapat. De az 5 és feles környékén, most mozog a labda felé, de... Gyömbér volt az, aki kapu fölé továbbított. Alempievics. Varga most kapcsol és fut vissza Alempievicssel. Ionescu. Jobbal középre, Sztevánovics érkezik. Jovanovics. Vissza Ionescunak. Megcsúsztatják. Józsi dör rá és odavetődnek. Pátkai. Oda Sztevánovics, üres a kapu, de ez sincs benn. Hihetetlen. Szöglet következik majd. Ez hogy ment mellé? Itt lecsorog Gödéről, és aztán Takács még hozzáér. Ő ment óriásit. Óriási védő teljesítmény volt a Ferencvárosban nevelkedett Takácstól. Józsi igyekezett bepasszolni az üres kapuba a labdát. Egyelőre még várni kell a szöglettel. Bátkai. Besics. Átjátszák Besicset. Ott erre viszik rá a labdát. És ez gólhelyzet. Jova! Meccsben tartja a csapatát ezzel a védéssel, azt hiszem. Gyömbér. Böde és Györgyevics. Jenner a kapu elé. Takács fejelte ki a labdát. Nem jutnak vele messzire. Alempievics. Szép a csel. Alempievics lő! És egyenlít Alempievics. Most nem volt ember, akivel elakadt volna a labda. 63. perc. Nem bírta ki kapott gól nélkül az Eto. Alempievics nem egy gólzsák. Az előző szezonban Kecskeméten egyetlen gólja volt. Ferencvárosban viszont az 5. mérkőzésén másodikat szerzi. A Kecskemét ellen volt klubja, ellen volt egyébként eredményes még az első fordulóban. Takács lábai között megy el a labda, és csak belekap már, csak hozzáér Sztevánovics. Gól még egyszer, egy ragyogó csel után született. Többször volt bal szerencséje a Ferencvárosnak. Azt mondta, hogy ha van kereslet a jól teljesítők iránt, működik egy klub, hogy jönnek, mennek a játékosok. Erősödni kell és bevételt generálni. Na ebből mi lesz? Lap. Milyen színű, sárga Györgyevicsnek, Szomália ugrott volna ki. Bognár Tamás úgy ítélte meg, hogy nem gólhelyzetben kitörő játékosról van szó. Jenner szabadrúgása, Sztevánovics üti ki. Come on!
tizedik hazai szöglet. Jenner. Újra ő. Már jobb. A lecsorgóra Józsi jön, és ő lövi mellé, de hozzáért még egy győri játékos. Ezt mutatja Bognár Tamás. Szabadrúgás a Ferencváros javára. Jenner végzi azt el. 54. perc, Kevánovics nem éri el. Ebből sincs gól. Besics. Tulajdonképpen annyi most a feladata Besicsnek, vagy éppen az utolsó embernek a Ferencvárosban, hogy összeszedje ezeket a lecsorgó, vagy előre vágott labdákat. 76. perc. Tudás szöglete. Pátkai. Gömbér. Csukics. Szomália indul be. Ott arra jött a labda, de így is jó neki. Szomália Dinyár mellett. Laposan. Stevanovic vetődhet rá végül. Böde próbált a kapura szúrni még. Szomália centerezése és Böde kísérlete, amit azt hiszem, hogy Gyorgyevics nyúlsított meg elsősorban. Bizonyára. Varga és Ionescu. Böde. És lendületből mehet Csukics. Ellövi végül. Gömbér tekeri középre. Sikerül-e befordulni a Bödének? Nem. Megint Gyorgyevics volt az, akivel birkózott egy óriásit. Nem akart elesni Böde. Pátkai. Jónak tűnik Dudás. Jovánovics mellett Dudás lövi kapu mellé. Azért bármennyire is a Ferencváros támad és birtokolja többet a labdát, egy-két húzásból is képes lehet veszélyhelyzetet kialakítani a győri csapat. Józsi, Csukics, Szomália. Jó passz Csukicsnak, tovább is tolhatja, Józsi lövi! Besics. Máté Stevanovics. Hihetetlen csapadúl ott a kapu előterében egy-egy labdáért. Nem biztos, hogy egy meccsből érdemes messzemenő következtetést levonni, sőt. De azért, amikor azt mondta Orosz Pál ebben a Peszi Focinak adott interjúban, hogy az első öt közé kerülés lehet a cél, de a dobogó sem teljesen elérhetetlen, és ezzel a teljesítménnyel, az Illovas ellen mutatott teljesítménnyel nem tűnik annak. És továbbra is megy fajt a győztes gól megszerzéséért a Ferencváros. Ez azonban úgy fest, sehogy sem akar sikerülni, Máté fejéről ment ki a labda most. Stevanovics még pattogtatja egy kicsit a labdát, ezek már az utolsó másodpercek. És noha a Győr ismét csak nem tud győzni az Üllői úton, az Albert Stadionban, de láthatóan ez egy nagyon értékes pont a vendégcsapat számára, és a látottak alapján is az lehet. Ugyanakkor nincs még vége. Van még pár másodperc, bár a három perc letert már. Csukics, talán egy lövés, egy támadás. Máté. Böde befordul, és leblokkolják ezt is.
Eddig hogy vette le a labdát, de azt hiszem Kamber volt az, aki beleállt végül is ebbe a lövésbe. Bognár Tamás most néz az órájára, és véget vet a meccsnek. Egy pontot elvitt, elrabolt a Győr. Azt hiszem, egy nagyon jó iramú, érdekes meccset láttunk, és a hazai publikumnak is tetszett, mert a Ferencváros szinte végig támadta ezt az összecsapást. Egy komoly egyéni hibából szerzett vezetést. Az Eto, aztán pedig Alen Pievit góljával egyenlített a második félidőben a sokat veszélyeztető hazai csapat. Egy-egy tehát mindkét csapat megőrizte veretlenségét. Remek mérkőzést játszott tehát a Ferencváros és a Győr egymással, és hát nem láttam a labdabirtoklást pontosan, de szerintem hatalmas fölény a Fradi javára, és helyzetekben is. A mérkőzés előtt is arról beszélgettünk Ricardo Monizza, hogy ezeket a helyzeteket bizony be kell rúgni. A játékkal nagyon elégedett lehet, mint ahogy a Fradi szurkolók is, az eredménnyel talán már kevésbé. Ja, ben je tevreden over het spel? Of je kunt tevreden zijn over het spel, maar natuurlijk niet met het resultaat. De supporters waren ook tevreden. Wat denk je over de wedstrijd? Nou, ik ben totaal niet tevreden natuurlijk. Dit is een absolute ramp. We moeten 3 punten halen. We brengen hun in de wedstrijd door een terugspelbal, door breedte passes. Dat moet deze groep leren. Want je kan pas aanvallen als je verdedigend denkt. En dat is het probleem. Tehát egyáltalán nincs megelégedve, úgy gondolja, hogy ez nagy csalódás, hiszen egyértelmű 3 pontot kellett volna szereznünk. Egy ilyen buta hibából kaptuk a gólt, mellette még elkövettünk 1-2-t. Ha ezeket nem tudjuk kiküszöbölni, akkor nehéz dolgunk van. Ezekből tanulni kell, és a helyzeteket jobban kihasználni. De talán ezt a nyomást, amit itt láthatunk a Győr kapujára, talán ezt várja el leginkább a Fradi közönsége, ezt szeretik látni a Ferencvárostól. Nyilván a játék az majd tovább csiszolódhat. Iedereen verwacht deze druk op het tegenstander hier bij Ferencváros of tegen Ferencváros. Moeten wij zo doorgaan? Ja, dat is het minimale wat we moeten doen. We moeten voetballen om kansen te creëren. Nou, die kansen creëren we. Maar de kansen benutten, dat is een tweede kwaliteit die we nog niet hebben. Daar moeten we aan werken. Voetbalconditioneel zijn we redelijk in staat om 90 minuten druk te zetten. Maar de laatste contact bepaalt in voetbal of je je balbezit omzet in efficiëntie. Helaas hebben we niet de aansluiting kunnen realiseren, maar we zijn er wel een plaats opgeschoten, dus dat is positief. Ik moet de jongens en het publiek een heel groot compliment maken, vooral het laatste, het publiek. Laat ons niet vallen als wij de huisstijl laten zien en daar moet het heen. Tehát ez a minimum, hogy ilyen nyomást gyakoroljunk az ellenfélre az ülőjuton. Sok helyzetet kell kialakítani, ahogy ma is tettük, ezekből többet kell kihasználni. Jobban oda kell érkezni a kapu elé, több embernek kéne odaérkezni a kapu elé. Ez mindenképpen fontos. Nagy dicséret jár a közönségnek, hiszen kitartottak mellettünk ebbe a rossz időbe, és biztatták a csapatot végig. Nagy részük van abba, hogy pontot szereztünk. Egy kicsit följebb léptünk a tabellán, nem tudtunk még közelebb kerülni, mint szerettük volna. Majd megpróbáljuk. Ricardo Moniznak és Máté Csabának nagyon szépen köszönöm az értékelést. És hát a múlt héthez hasonlóan izgalmas mérkőzést játszott a Győri Eto is. Akkor sikerült a hajrában győzni az Újpest ellen 3-2-re. Az is egy nagyon-nagyon fordulatos találkozó volt. Hamarosan érkezik Pintér Attila is. A Győr ezen a mérkőzésen viszonylag hamar megszerezte a vezetést, Varga Roland remekül használta ki a helyzetét, utána azonban kicsit kevéssé kontrollálta a játékot, mint ahogy azt szerintem Pintér Attila elvárta volna, bár az egy pont az ülői úton mindenképp értékes. Nem tudom, hogy te mit vár, de mi tudtuk, hogy mit fog játszani a Ferencváros, hiszen a közönség a 12. játékos, és tudtuk, hogy ők nyomni fognak, jönni fognak. Én azt gondolom, az első fél időben is szereztünk 4-5-ször olyan labdát, hogyha ott pontosabban passzolunk, jobban visszük végig a kontrát, akkor is benne volt a gólszerzési lehetőség. De megmondom őszintén, a Fradit rég láttam ilyen jól játszani. De még egyszer mondom, át is adtuk a területet, hogy ki tudjuk használni pláne ebbe a sáros időbe. A sérült játékosainkon meglátszott az, hogy igazából nem tudtak annyit velünk készülni, és tették becsülettel a dolgokat, de pont azok a passzok hiányoztak azoktól a játékosoktól, sajnos. De a második fél időben azt gondolom, hogy még nyíltabb lett a játék. Fradinak is volt lehetősége, nekünk is, hiszen 1-0-nál azt gondolom, hogy a Varga Roli parádéson védett a Ferencváros kapusa, illetve a Roli észreveszi bent az Andricsot, bepasszolja 2-0. Azt gondolom, az ott a mérkőzésnek a egyik fordulópontja lehetett volna, hogy eldöntöttük, de én azt gondolom, hogy ennél soha rosszabb meccset ne lásson a közönség itt, vagy a tévé előtt, hiszen
ez viszi előre a futballunkat. Még egyszer mondom, nyíltan fölvállalható, utána mind a két csapat. Én azt gondolom, hogy egy igazságos döntetlen született még akkor is, hogyha Ferencvárosnak volt kapufája.